A 2019-20-as csonka szezon követően az elmúlt futball idén sem volt gondoktól mentes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Tavaly november 10-én félbeszakadtak a bajnokságok, így 320 meccs került át az idei esztendőre. Ezért már januárban bajnoki meccseket játszottak, és végül valamennyi találkozót sikerült bepótolni. Az elmúlt évekhez hasonlóan voltak olyan csapatok, amelyek nem tudták befejezni a bajnokságot, de Kvaka Árpád megyei igazgató így is pozitívnak értékeli a 2020-21-es idényt. Nagyon zaklatott szezonon vagyunk túl, viszont az nagyon fontos megemlíteni és örömteli, hogy a tavalyi évtől eltérően idén azért befejeződtek a pontvadászatok, a bajnokságok, és minden egyes bajnokságunkba bajnokot, helyezetteket tudtunk hirdetni, gólkirályokat, fair play kupa győzteseket. Ez a minden bajnokság, amit a megyei igazgatóság rendezett, ez 20 labdarúgás és 8 futsal szakágbeli bajnokság, ez összesen 28, az országban az egyik legnagyobb, a vidéki megyék közül a legnagyobb és a legtöbb bajnokságot bonyolítottuk le. Ha a felnőtt korosztályú bajnokságokat nézzük, akkor 117 csapattal indultunk el augusztusba, aztán különböző okok miatt, főleg elsősorban ugye az egészségügyi helyzet miatt létszámhiányokra hivatkozva 6 együttes lemorzsolódott, tehát 111 csapattal fejeztük be a pontvadászatot, egyébként a mérkőzések jelentős része sportszerű körülmények között zajlott le, úgyhogy örülünk neki, hogy mindenhol bajnokot tudtunk hirdetni. A megyei első osztályban a Tarpa nyerte a bajnokságot, és mivel a Békés Csaba 2 elleni osztályozón alul maradt a csapat, jövőre is a megye egyben szerepel a Beregi Gárda. Az első osztályból a Fehérgyarmat, a Baktolórendháza és a Kemecsi esett ki. Helyükre a három másodosztályú csoport bajnoka, a Kálósemjén, a Gergely Ugornya és a Nyírbátor léphet. A beosztás csak a nevezési határidő lejárta után lesz végleges. Tegnapi nap folyamán megnyitottuk a nevezési felületet, valamennyi labdarúgó szakágas bajnokságba lehet nevezni, a futszára majd később kell elkezdeni a nevezést. Valamennyi versenykiírásokat feltettük a szabolcs.mrs.hu oldalra, érdemes átnézni, de emellett részletesen összeszedtük a legfontosabb pontokat, amelyet ugye e-mailben kiküldtünk a csapatoknak, a nevezés menetét is kiküldtük. Az MLS ügyviteli rendszerén keresztül, az IFA rendszeren keresztül kell elektronikusan nevezni, de ehhez azért egy-két dokumentumot be kell még szerezni a csapatoknak, és július péntek délig lehet nevezni. Egy hét még a hiánypótlás, hát nagyon bízok benne, hogy hasonlóan 110-111 felnőtt csapat fog nevezni, illetve bízok benne, az utánpótlás bajnokságok és hasonló létszámmal tudunk nevezni, hiszen az elmúlt évben, 2020-21-ben a legtöbb utánpótlás korosztályú csapat a vidéki megyék közül nálunk volt. Az átigazolási időszak július 1-én kezdődik és augusztus 31-ig tart. A megyei első osztályban augusztus 14-én, az alacsonyabb osztályokban két héttel később kezdődik a 2021-22-es idény.